De ez valójában a te véred? Valójában az én vérem, igen. Véredet adtad, mert? Hát tényleg nem akarok előni mindent a végén, de az biztos, hogy Billy Bibit, akit én játszom, ő egy olyan srác, aki tulajdonképpen már az első szavával elkezdett dadogni, és valahol azt érzem, hogy ott meg is rekedt annál a szónál, hogy mama, anya, mert amellett, hogy nagyon-nagyon szereti az édesanyját, függ az ő szeretetétől, nagyon tart is tőle. Ő egy sérült ember, sérült lelkületű ember, azt gondolom. Lehet, hogy valami fajta kellő támogatással, vagy egy társal már jobban el tudná viccelni kint a társadalomban, de azt hiszem, hogy nagyon magányos ez a fiú, nagyon magára maradt, és talán itt nagyobb biztonságban érzi magát a négy fal között, mint kint. Az elmegyógyintézetben az ápoltak között talán ő az, aki recsid nővérhez a leginkább kötődik. Ugyanúgy, ahogy az édesanyját is nagyon-nagyon szereti, nagyon tart tőle, és valahol a fegyelem nagyon-nagyon számára a recsid nővér a fegyelem megtestesítője. De aztán persze, hogy minden ápoltnak neki is egy kicsit ezt a rendszerét, az újonnan érkező betegünk, a rendőr Patrick McMurphy megbolygatja ezt a rendszert, és olyan dolgot tesz, amit már nem nagyon tud vállalni, és tovább folytatni az életét, úgyhogy igen, vérét adja. Mennyire nehéz a bőrébe bújni, vagy mennyire könnyű kibújni belőle, amikor végzel a szerepeddel? Ez elég megterhelőnek tűnik. Igen. És most először találkoztam eddigi kis pályám során azzal, hogy nagyon, nagyon nem könnyű letenni. Tehát, hogy a főpróba héten, amikor egyre jobban mélyre kellett, hogy menjek a dolognak, akkor bizony volt, hogy otthon is azon kaptam magam, hogy dadogva beszélek a kutyához, vagy a macskához. És hát ez az első olyan szerepem is, amire jóval korábban beszoktam érkezni a színházba, hogy ráhangolódjak. Minden embernek, ugye nekem is vannak régi sebeim, és azokhoz próbálok visszanyúlni, azokat föltépni, hogy valóban azt láthassa a néző, vagy hitelesen meg tudja mutatni, hogy milyen is egy sérült lélek, nagyon-nagyon sérült lélek. Elhívnád Billyként a nézőket erre az előadásra? Nagyon, nagyon nagy örömet szereznének velem, nekem is, és mindenki más kollégámnak a nézők, hogyha eljönnének, és ezt a történetet velünk együtt átélnék. Köszönjük!